Mindig régen mondták, hogy számold a tempót, számold a tempót. Na szerintem, ha valami a legjobban ez kijön, az a mell, mert lehet látni, hogy 200 mellen is az elején van, aki 10-11-12 tempóval kezd, de a végén abból 22 lesz. Szóval nagyon sok függ a tempó, meg a sebesség így már egyre jobban összefügg. Úgyhogy azért többféle technika van, nem lehet nagyon lebutítani, hogy melyik a legjobb. Egyre többet látunk, és mellett hát azért nagyon szoros versenyek vannak, van a 8-an érnek be a végén egy másodpercen belül, és a között van 6 technika. Négy részre bontanám a dolgot. A fejtartás és a fejtartásból eredő vízfekvés. A másik a levegővétel, a harmadik a kartempo, a negyedik a lábtempo. A helyes fejtartás az egyik leglényegesebb pontja a mellúszásnak, ha az helytelen. Gondolok itt arra, hogy az úszó siklás fázisban egy picit előre néz, az abban a pillanatban egyrészt a hátizom esetében egy fölösleges feszülést eredményez, kettő, egész biztos, hogy az ideális visszakését elveszti. A levegővétel, hagyjuk azt, hogy a tempó leghatékonyabb szakaszában annak a végén kezdjük el a levegővételt. A levegővételnél egyértelműen a helyes ritmusú levegővétel, illetve az, hogy mindenki tegye vissza a fejét időbe, és a siklás helyzetben már a legáramvonalasabb testhelyzetben legyen, hogy ott azt az erőt, amit a kar és a lábtempóval szereztünk, előrehajtó erőt és sebességet, ezt meg tudjuk tartani, és a siklás közben a lehető legkevésbé fékeződjünk le. A következő, ami a leglényegesebb, az a kartempó esetében. Nem tűnik olyan bonyolult mozgásnak, nem is annyira az szerintem, viszont elég sokszor követik el azt a hibát, amikor a könyököt túlzottan hátra húzzák. Minél rövidebb a táv, annál többször látni ilyet, főleg a hosszabb távosok azért igyekeznek gazdaságosabban úszni, de amikor csak erőből megy a dolog, akkor bele-bele csúszik ilyen hiba. A húzás hatékony fázisának a végén a könyök hátrafele mozgását azt meg kéne akadályozni és el kéne indítani visszafelé, mert két részre bontjuk a kartempót, hatékony és nem hatékony szakaszra. A hatékonyt azt jól kéne csinálni, nem hatékony, pedig minél ideálisabban szintén végre kéne hajtani, és abból jön ki egy ideális kartempó. Tehát én a könyökre helyezném a hangsúlyt. Mellúszó lábtempó viszont egy rendkívül bonyolult történet. A leglényegesebb pont és annak kialakítása, hogy a comb és a törzs által bezárt szög a lehető legnagyobb legyen. Minél megjobban meg kell növelni. Magyarul ne húzzuk fel a térdet annyira. Ezt nem lehetne mondani, hogy mennyire. Tehát ha 8 mellúszót megnézel egy olimpiai döntőbe, ez nagy valószínűséggel 6 féleképpen fogja ezt csinálni. Ha az a szög kicsi, amit a combcsont és a comb és a felsőtest bezár, akkor nagy az ellenállás. Tehát akkor így néz ki a dolog, hogyha ezt a szöget nem jobbítjuk, akkor jóval kisebb frontális ellenálláson tudunk úszni. És onnantól kezdve, hogy ki hogy tudja beforgatni a lábát, és hova tudja tenni a lábfejét, az már alkati kérdés. Hát én mondjuk a legfontosabbnak, ez mondjuk az én mániám, meg sokan kirögnek ezért, de ez egy páros karúszás, nem? Szerintem itt a szimmetria baromira fontos, mert ha azt szeretnénk, hogy egyenesen menjünk, és minden erő egyenesen menjen, akkor az nem, baj, nem lesz jó, ha egy kicsit félrehúzol, vagy félrerúgsz. És akkor még ezt összehangolva, hogy a kéz meg a láb, hogy amikor tényleg, amikor a láb befejeződik, akkor a fejed vissza tud hajtani pont időbe, és a kezel is akkor érjen oda, hogy tényleg minél hosszabb siklást tudjál elérni. Ez szerintem egy erre kell a legjobban odafigyelni.